Zoltán is remekül tartja magát, amikor az utolsó két körre fordulnak a lovak, semmi nem dőlt el. Barabás 10, Zoltán, illetve mellette, jól látom, Stohl András az, aki megpróbál följebb nézni, Sipos Imre. Sipos Imre, aki nagyon jól jön. Sipos Imre, így van, ő veszi át a vezetés, kézzel, lábbal, szájjal, hanggal, mindenhogy biztatja a lovát, amikor másfél kör van még hátra. És Sipos Imre megpróbál távolodni a többiekről. Amikor ide érnek elénk, akkor látjuk meg, hogy mennyi a különbség a többiekkel szemben. Sipos Imre, színész rendező, Sipos Imre vezet az utolsó körre fordulva. Második mögötte úgy látom, hogy talán Nagy Ervin a harmadik pozícióban van, és Stohl András a negyedik, Barabás 10 Zoltán jelen pillanatban a második. Sipos Imre, Barabás 10 Zoltán, Nagy Ervin, Stohl András. Ez a sorrend, amikor már csak mindegy jó 300 méter van hátra a versenyből. Sipos Imre pedig nagyon rutinosan nézeget hátra. Mennyire kell még sietni? Hát Imre nem kell sietni. Fokos kicsi lány nagyon megy. Fokos kicsi lány Sipos Imre nem fogja hozni ide a győzelemhez a célra. A jótékonysági szárfutamot 2016-ban.